Elsőként a tájvani gyerekkórus lépett színpadra szerda délelőtt a Megyeházán, a Kantemusz Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus hangversenyén. A kórust olyan gyermekek alkotják, akik az őslakossághoz, az úgynevezett pájván törzshöz tartoznak, és annak tradicionális zenei hagyományát mutatják be Magyarországon. Megalakulásuk óta már számos fesztiválon léptek fel, ahol jelentős sikereket is elértek, hazánkban viszont eddig még nem jártak. Az idei Kantemusz világtalálkozó az első magyarországi fellépésük. A 11. Nemzetközi Kantemusz Kórus Fesztivál augusztus 15-től 21-ig tart. Ennek egy kiemelt eseményén vagyunk most itt, pontosabban az előtt. A megyejárás koncerteknek egy hivatalos megnyitóját fogjuk itt tartani a Megyeházán, amelyen két kiemelt együttesünk érkezett Távol-Keletről, a dél-koreai gyermekkarunk és a tájvani gyermekkarunk lép fel ezen az eseményen. A World Vision gyermekkar Dél-Koreát képviseli a Nemzetközi Kórusfesztiválon. Az árvák és özvegyek megsegítésére létrehozott World Vision mozgalomnak köszönhetik 1960-as megalakulásukat. Mára pedig már a Mennyország vízhangjaiként említik őket. A 40 fős kórus 12-14 éves gyermekekből áll. Korábban már a BBC egy tekintélyes versenyét is megnyerték, és egyszer már hazánkban is jártak. A Nemzetközi Fesztivál énekesei idén Nyíregyházán kívül még 8 településen lépnek fel. Többek között török, japán és finn kórussal is találkozhatnak majd az érdeklődők. A többnapos rendezvény a megye kulturális értékét is emeli. Olyan színfoltot jelent a megye a város kulturális életében, amely nélkül sokkal, de sokkal szegényebbek lennénk. A magas kultúrát hozzá kell hozzánk, olyan mennyei élvezetet, amit hát nagyon ünnepek alkalmával szoktunk csak élvezni. Hát különösképpen így államalapító Szent István ünnepek körül ez nagy öröm számunkra, amikor részt vehetünk ezeken a koncerteken. Különösképpen, hogy egy megyejáró programot is beiktatunk már a Kantemusz-szal programsorozatába évek óta, amikor jeles helyszíneken, műemléktemplomokba, olyan közösségekbe viszik el ezt a magas kultúrát, akik talán egyébként nem juthatnának hozzá. Csütörtök este ingyenes folklór estel várják majd az érdeklődőket Nyíregyházán a Kossuth téren is, ahol a nézők szavazással választhatják meg a Kórusfesztivál idei közönségdíjasát. A 11. Kantemusz Nemzetközi Kórusfesztivál végül egy gálaestel zárja a hetet szombaton, amelyen a közel 1000 énekes együtt is fellép majd. A közös ének nem csak a vendégeknek, maguknak az énekeseknek is felemelő érzés hangzott el a szerdai hangversenyen.